az egyszülött fiaddal és a szentséges, jóságos és éltető lelkeddel együtt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Uram, ajándékozz békességed ennek a felújított templomnak, és áld meg azt kegyessel, kegyelmessel, üdvözít és világosíts meg a lelkünket. Áld meg, Uram, ezt a templomot, amit a nevednek újítottunk fel. Hallgass meg benne a imánkat, fogadd el áldozataikat és ajándékainkat, s tisztítsd meg a te népedet annak minden bűnétől, és ott, hogy kegyelmed jeljenből lett nekünk pedig, mindennek irgalmaz, a te nagy irgalmasságod szerint. Urunk Istenünk, minden időknek Ura és mindenek alkotója, aki munkálkodásoddal minden helyén mindeneket betöltesz és mindeneket cselekszel, kiválasztod-e a helyet a te dicsőségedre és megáldod azokat, hallgass meg most alázatos szolgáit imáját, légy védelmező és oltalmazója ennek a templomnak, amit a te dicsőségedre kiválasztottál és felépítettél, és most megújítottál sokak keze által, hogy ellenséges erők semmiféle gonoszsággal elakozzék benne, amit erőt üzel azokat mindenkor. Ó, Uram, Istenünk, s üdvözítünk, hálasz mennyék hegyelmet erre az imádságos hajlékra, hogy mindazok, akik téged benne segítségül hívnak, részesé legyenek a te segítő kegyelmednek. Add, hogy az ebben a hajlékban végzett tiszta szolgálataink, imáink, áldozataink és dicsőítéseink, amiket háladásra ajánlunk fel neked, mindig kedvesek legyenek előtted, mert kegyelmes, jóságos és emberszeret Isten vagy, s neked dicsőséget zenünk, az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, most is mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a apát urat, és
Már megköszönöm azt is hirtelennyébe, mert hogy megtörtént, hogy megáldotta nekünk az imádság házát, ami a mi imádságunkat foglalja magába, és ezzel, mint egy újra felszentelve a templomot, a sok-sok új dolgot, ami rajta benne van, azt szintén belefoglalva megáldotta. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ennek megfelelően együtt tudunk ünnepelni, ünnepélyes módon dicsérjük az Istent. A templomban az Úr Jézussal találkozunk, és ez a találkozás, ez mind a mi javunkra válik. Ezért fontos az, hogy használjuk a templomot. Minél többen használjuk a templomot, és ennek megfelelően a mi javunk bővül és gazdagodik. A szentmisében szokás a saját áldozatunkat oda tenni az oltárra, lélekben egyesülni azzal az áldozattal, amely az oltáron megjelenik. És ehhez az áldozathoz még azt is hozzárendeltük, hogy a saját áldozatunkat nem csak szellemi, lelki értelemben, hanem anyagiakban is meg szoktuk jeleníteni. Éppen ezért majd a felajánláskor a persejezés megtörténik. És azt is úgy zárójelben megjegyzem, jól aláhúzva, hogy még mindig nincs mindenki fizetve. Bocsánat. Szóval ebből mindenki tudja, hogy miről van szó. És akkor most kezdjük el a szentmisét, amelyben az Isten dicsőségét szolgáljuk, és mindenképpen az ő szeretetébe akarunk belekötődni, belekapcsolódni. Katolikusok, nem katolikusok, mindannyian csetényiek, nem csetényiek, mert egy közösség, ami jelenlegi mise közösségünk. Válaszként Esperes atyának kedves szavaira és meghívására, mert örömmel és köszönettel elfogadtam, és már ma Gizella ünnepség volt Veszprémbe, Főegyházmegyénk társ védőszentjének az ünnepe, és 17 éven keresztül én vigyáztam erre az elekjére, mégis hagytam, hogy ünnepeljetek, és én eljövök Cseténybe, hogy a veletek együtt üljük át Urunk Jézus Krisztus mennybe menetelét, a meghívást elfogadva felszenteljem ezt a kert templomát, valamint megáldjam Károly testvérünknek síremlékét. Én nagyon köszönöm Esperes úr mellett programmesternek Attilának is a meghívását. Jó pár héttel ezelőtt egy családi közös ünnepségen találkoztunk, és örömmel mondtam, hogy jövök, azt mondja, hát várjuk is az atyát. És így köszöntöm a képviselőtestvéri tagokat, illetve köszöntöm szeretettel itt a szentmisé részvevőket, és mindazokat, akik nem tudtak esetleg eljönni egészségokból, más akadályból, mégis részesüljenek a szentmise kegyelméből, és részesüljenek Isten áldásával. Most szentmisénket természetesen ajánljuk fel ezért a családért, aki nekünk ezt a kastélyt, ezt a kápolnát építette, és kimondottan Károly testvérünkért, a családjáért, valamint a saját magunkért, önmagunkért kérjük az Isten segítségét, áldását, a további élete és a békéért. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Szeretett testvérim, mindannyian nézzünk lelkünk mélyére, bánjuk meg bűneinket, valljuk be Isten előtt hibáinkat, gyengeségeinket, és kérjük az ő bocsánatát, hogy tiszta lélekkel, derűs szívvel tudjuk ezt a szentmisét átélni. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Úrunkhoz,
irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennek. És a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk Istenünk, hadd ujjongjunk szent örömmel, hadd végadjunk gyermeki hálaadással, mert szent fiadnak, Krisztusunknak menj menetele, a mi felmelkedésünk. Olyan is a mi dicsőségben eljutott, oda kapott meghívást az egész test az egyház reménységben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szent Lélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szent Lélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték: Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte: nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszárátok a Szent Lélek, erőt tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük látára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy,
hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe. Egyszerre két férfi állt meg mellettük, fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. Ez az Isten igéje. Lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mi rajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus megjelent a 11-nek, és így szólt. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni. A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik.
ráteszik kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, mindenütt hirdették az evangéliumot, és az Úr együtt munkálkodott velük, és az ige hirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Szeretett testvérim, mindenki közösség! Vannak pillanatok az ember életében, amikor a dúskálás miatt a sok igazában nemes és szép téma között nagyon nehezen tud választani. Valami ilyen hasonló pillanatban állok én is, hiszen itt van egy csodálatos szép emlék, itt van ez a szép kastély, itt van utána az a kápol, amelyet megáldottunk, itt van a hazatért ház tulajdonosa, a falunak a jótevője, akinek hamvait elhozták itt az érzi temetőből, és itt van a csodálatos szép ünnep, Urunk Jézus Krisztus mennymenetének a napja. Na hát akkor döntsük el, hogy most melyiket fogjuk választani, húzunk egy kereket, és mutassunk csak rá. Hát én úgy fogom inkább csinálni, hogy megpróbálom minden egyes témából egy picikét morzsalékot szinte adni, és ebből próbáljuk majd önmagunknak igazából az értékeket majd otthonainkba, életünk hétköznapjába, majd utána elültetni, és engedni, hogy a szárba szökkenjen. Igazából Károly testvérünkről nem akarok én nagyon beszélni, mondtam pap testvéremnek is, hiszen az életrajzát mindenki ismeri, hiszen ha más nem, az iskolásoknak elmondták, kiépített ezt a kastélyt, mi volt, hogyan nevezhetők őt a falu jótevőjének, miért. De bennem olyan csodálatos az a munkás élet, amelyet ő elvégzett. Csodálatos az az élet, amelyet elhozott egy testvéri által megváltott és a festőtől átvett birtokon, főle lelkesített, és bizalmat kellene adjon a mai világ emberének is, hogy nem elcsüggedés, nem a síránkozás, hanem az, mint ő is elnekiált, és fogta, és elkezdte fejleszteni ezt a települést, a környezetét, munkát adott az embereknek, észrevette a munkának a sikerét, százszoros termését a földnek, munkásokat tudok alkalmazni, családokat tudott igazából így segíteni. Belenyúlt a politikai életbe, Horthy időben itt egy kitüntetés is, nevet kapott, nemesi nevet, de mégpedig az a Csetényi előnével, amelyen a síremléken is szerepel. És utána élte a nyugodt, boldog életét, nem kihasználta, nem hasznogatt igazából csak magának, hanem a társadalomnak, a közösségnek, amelyet ő a politikai életben is megmutatott. És még előbb feleségével is együtt, akivel együtt képesek voltak a Vörös Keresztnek és a helyi megalapításával, amely pontosan azt akarta jelenteni, hogy a rászorulóknak az evangélium üzenetén keresztül a rászorulókat támogatni, segíteni, vigasztalni, a betegeket látogatni. Hiszen maga Krisztus mondta, a kereszténységnek, az énekem követőknek a legnagyobb küldetése, feladata nem más, mint éhes voltam, mennem adtál, szomjas voltam, innom adtál, beteg voltam, gyógyítottál, beörtönben voltam, meglátogattál, és Uram, sose láttunk így téged. És azt mondta Krisztus, de amit a legkisebb testvérének tesztek, azt nekem tettétek. Hát ez a mai 21. században is a Krisztus követésnek a fundamentuma. Nekünk pontosan ezt kellene követni, ezt kellene igazából átélni, ebbe kellene hétköznapjánk, hogy az embereknek próbáljunk, mindenki, ne csak önmagamnak akarjam az elsőséget, a javakat, a birtoklást, annak a kamatait, hanem a segítségét is mások megadni, hogy béke, szeretet tudjon a földön lenni. És utána jött ez a borzalmas háború, a második világháború, ahol őt elvitték, ahol utána börtönbe zárták a nácik, és utána hogy szép volt, amikor a felesége mindentől megfosztotta ennek a családnak, az értékétől, régiségétől, az ezüsttől, az aranytól, a nemes fémektől, mindenét odaadta, hogy az, akivel esküdött, akivel az életét akart leírni,
akinek örök hűséget esküdött, az igazában szabadlábon legyen, így tudott hazatérni, már betegen is. De utána fordult a kocka, és jött az 1945-ös idő, amikor sajnos újra és újra a kegyetlenség, a terrorizmus, a gyilkosság, a mások emberek a kivégzésébe lelkték az örömét, az emberek, a katonák, a politikai elképzelések, és őt megint börtönbe vették, Bergin elhurcolták, megkínozták, és 1945-ben meg is halt, és az Irszi temetőbe helyezték örök nyugalomra. Még haza se tudta a felesége hozatni, hogy itt ebben a földben, ahol élt, ahol dolgozott, ahol magot vetett, ahol embereknek családot teremtett, ahol boldogsága volt, hogy itt nyugodjék. És ezért egy nagy dolog ez, és én jó magam is megköszönöm Lajos atyának, megköszönöm a polgármester úrnak, megköszönöm a képviselő testületnek az, hogy gondoskodtatok arról, hogy aki elment, aki itt élt, annak legalább hamvai, ha sok évtized után is, de újra vissza tudott jönni, és itt nyugszik abban a földben, amelyet ő művelt, amelyet élt, amelyből a kenyér fakadt sok ember számára. Így áldjuk meg majd az ő síremlékét, és így legyen ez felkiáltó jel ennek a falunak az életében, így éljetek ti is. Ez a mai ünnepnek is a lényege, az apostolok elkezdenek szomorkodni, hiszen boldogok voltak, mert Krisztus velük volt. Boldogok voltak 40 napon át, mert tapasztalták, hogy Krisztus föltámadt. Boldogok voltak, hogy látták sebét. Látták azt, akit eltemettek, aki harmadnapon halottiból feltámadt. Az újra most itt volt közöttünk. Az elkeseredett Emmauszi ifjak, a hitetlen Tamás, az asszonyok, akik elmentek a sírjához, hogy holttestét méltó módon temessék el, akik együtt voltak és beszárkoztak félve a zsidóktól. Igazában szomorúak most, mert veled velük volt most, és elmegy. Olyan szépen írja az evangélium is, hogy szomorkodtok, szomorúak vagytok, de igazában el kell, hogy menjek, de majd visszajövök és elküldöm, akit az atyám küldött, hogy minden tudtotokra adjon. Nekem ez a mai ünnephez, ez a mai ünnepnek a méltósága is kapcsolódik fizikálisan. Mi ünnepeljük, hogy Krisztus elment. Ünnepeljük azt, hogy Krisztus elküldte a megígért ajándékát, pünkös ünnepén a Szent Lelket. Ma felemelkedik, majd újra eljön, és mindent eszünkbe fog juttatni. És mi kapcsolódik számomra ez az ünnephez? Materiális módon, nem a spirituális, a lelki oldalát nézem, Károly testvérünknek az élete. Elment, el kellett mennie, elvitték, elhurcolták, megkínozták, ugyanúgy, mint Krisztust. Érte válságot fizettek, újra szabadságot kapott, újra velünk volt a családdal, a néppel, és utána pedig újra, de újra el kellett neki menni, és ott maradt, és a halál ott lelt az Ircen. És most visszajött. És ez a visszajövet, ez az újra temetés, az exhumálás, ez egy pszichológiai és egy lelki fejlődés és figyelmeztetés kell, hogy adjon ennek a falunak, hogy méltók legyünk a mindennapi kenyérre, hogy méltók legyünk ennek a Károlynak a szellemiségében és szeretetében, tenni akarásában, jó tevésében tudjunk társak és utódai lenni. Elmegyek, de visszaküldöm. Eljövök, de visszajött, hogy továbbra is szelleme csontjain keresztül figyelmeztesse ezt a népet, ezt a falu közösségét, hogy igazában meg tudjuk tartani, teremteni a békét, a szeretet, az együttlést. Nem a széthúzás, nem a harag, nem a gyilkosság, nem a háborúskodás, amelynek szellemisége végig járja az egész Európát, mint egy abnormális dolgot a mai világban, akik nem tapasztalták meg a fegyverek erejét, akik nem tapasztalták meg háborúk borzalmát, mint az egyik politikusunk mondta, hogy igazában a háborúban csak halottak és romok vannak és szenvedések. Mennyivel szebb, amikor olvastam a Magyar Nemzetben tegnap előtt, amikor írja a kínai elnök, vagy a kínai miniszterelnök, amikor szól, hogy eljövök Magyarországra, ahol most virágzik éppenséggel az orgona, ahol a tulipánok csodálatos színei pompáznak, eljövök, ahol béke van a földön. Hát ezt a békét Károly testvérünkön keresztül is
először önmagunkban kell, utána megteremteni a családomban, megteremteni ebben a falu közösségében, és a falu közösségének az erején keresztül az országban, és bízunk benne, hogy a normális világ meghallja béke szózatát, meghallja békének a felhívását és annak erejét. Nem véletlenül innen is voltak és lesznek, és mi is megyünk pár év múlva Medjugorjéba, a béke királynőjéhez, aki szomorú dolgokat mond, kegyetlen dolgokat mond, ha nem térnek meg az emberek, mennyi szenvedés, mennyi pusztulás vár az emberiségre. Hát ne legyünk mi igazában a normális világnak tagjai. Próbáljuk a lelkünket kitárni, próbáljuk a lelkünket kitárni, a szívünket kicsit átgyakorolni, adjunk egy vérkeringés frissítét a béke szellemére, a szeretet szellemére, a hitnek a visszaápolására. Mert igazából ez a temetés, ez a sírhely is a hitet is akarja jelenteni, hogy tartsuk meg a hitünket, Krisztusba való reményünket, és igazából törvény szerint éljünk. A harmadik téma ebben a nagy bőségben a templom. Hát a templomról beszélni azt jelenti, mintha anyák napját köszöntenék ma. Templomról beszélni, és a templom az olyan, mint az anya. Nézzétek meg, amint vasárnaponként, ünnepnaponként összegyűjti. Ugyanúgy, mint összegyűjti az édesanyja gyermekét. Összegyűjti, és milyen borzalmas, amikor az édesanyja meghal már a családba, és úgy szétszélednek a gyermekek. Papi életem 55 éven már igazából láttam azt, hogy hány család esett szét az édesanyjának a halála után. Mert az anya, mint a tyúk, összegyűjti a csibéhét. És ugyan ezt teszi tulajdonképpen a templom is. Megszólal a harang, mint az édesanyja hívó szava. Gyertek, legyen együtt a család. És megszólal az Isten, megszólal és hív bennünket, hogy mint Lajos atya is mondta, az áldozatában részesüljünk, a bűnénk bocsánatáért imádkozzunk, a békéért esedezzünk, és imádkozzunk azért, hogy igazából az a szent áldozat, amiért Krisztus értünk vállalt. Olyan szép a fejtegetés a Szentírásnak, hogy amikor Krisztus meghal, a bűnösökért halt meg, pedig azt mondja a Szentírás szava, milyen nagy nemes dolog meghalni az embernek embertársáért, testvérért, de milyen nagy, akik idegenét, a bűnösökért, és ő meghal érettünk, hogy visszaszerezze nekünk a békességet, hogy visszaszerezze nekünk az evangéliumi tanítást, visszaszerezze az örök életbe való bejutásnak a kegyelmét, a bűnénktől való bocsánatot. Ezért a templomnak adjunk hálát az Istennek. Először megint Károly testvérünk felé fordulok, hogy testvér, köszönjük neked most már az örök égő életbe, hogy egyszerűen volt igényed, volt anyagi összeged, volt tehetséged, volt hited arra, hogy magadnak, ennek a csodás kastély lakóinak, de ennek a falunak is megépítsd a templomot. Hogy az emberek, akikkel együtt élsz, össze tudják kulcsolni a kezüket, és igazából hálát tudjanak adni Istennek, és az Isten segítségét kérjük. Ez a templomnak a feladata. Ez a templom külseje. Igaz, a templom az a téglákból épül. Azt szokták mondani, hogy nem kell templom, mi tudunk úgy imádkozni. Hazudsz, halandzsálsz, bolondokat beszélsz. A templom az Isten háza, itt lakom. Olyan szép, amikor most templom szenteltem is. Eszembe jutott az Ószövetségi templom szentelése, amelyet Salamon király tett. És ugye leborul, hogy Uram, neked adom. Én semmi vagyok, de neked építem. És igazából én azt kérem tőlem, kérdezem, mit akarsz, hogy bölcs legyek? Hát ami azért megyünk a templomba, hogy a bűneinktől szabaduljunk, valljuk be, bűnösek vagyunk. Azért megyünk a templomba, hogy imádkozzunk. Azért van a templomba, hogy a gyerekeinket neveljük, hogy a hitet átadjuk, hogy a gyermekeinknek a szentségi életet biztosítsuk, hogy ebben a faluban is biztosítva legyen a szentségi élet is biztosítva legyen ebben a falon közösségében az evangélium hirdetése. Ez bocsánatot kérünk, hogy azt mondom, ez nem csak a papnak a kötelessége, nem csak a papnak a feladata. Azt mondja Krisztus, amikor mennybe megy, menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot, menjetek az egész világra,
hirdessétek, amit nektek mondtam, és ti nektek megnyílik az ég. Furcsát mondok, de a köszönet szavával kell ezt mondanom, az egyházközség tagjai felé is. Nektek is menni kell itt a faluba, menni a családtól családra, házról házra, munkahelytől munkahelyre, üzletből üzletbe, menni az élet hétköznapján, és mint egy mozgó templom, mint egy mozgó Krisztus, vinni tovább az embereknek az evangélium üzenetét. Bocsánatot kérek, ez benne van a vezetőkben is, benne van, és szó szerint emlékszem, mert igazából örülök, hogy találkoztunk, és most is polgármesternek is, akinek munkájában most is benne van ennek a templomnak újítása. De tovább kell neki ezt adni ebben a politikai életben, a felelősségében is tovább adni az evangélium hirdetését és az evangélium üzenetének átadását. Gondoskodni arról, hogy a gyermekeim, mint az anya, képesek vagyunk-e meghallgatni, életté váltani az evangélium üzenetét. Ennek a templomnak ez a küldetése. Mindannyiótoknak feladata, hogy elvezessétek egymást Krisztushoz, hogy meghallgassátok Krisztus szavát, hogy igazából Krisztus szava szerint tudjatok élni, és ebben a falu béke legyen, szívetekben ugyancsak, és amikor majd életünk végén földi életünk sátrát lebontja az Isten, kérjük az Istennek, kezét nyújtsa felénk, a boldogságos szűzanya, akit a templomban az oltárképünk is, vezessen el bennünket, mi gyermekét, mint a karmeliták himnuszának utolsó mondata mondja, szűzanyám, védj karjaidba minket, amikor majd meghalunk. Én ezt kívánom, így áldottam meg ezt a templomot, így imádkozom ebben a szentmisében, értetek, és így áldjuk meg Károly testvérünk síremlékét is, figyelmeztetőként, mint a mózesi égő hatalmas nagy oszlopot, mely éjjel vezette a zsidókat a sivatagból a tenger felé, vagy pedig nappal a felhő oszlop, de célba érkezik az ígéret földjére. Amen. Isten fizesse meg! Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és értetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvérén, forduljunk örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk felment a mennybe, elfoglalta a trónját, Atyának a jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét. Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról. Kérünk téged, hallgass meg minket!
Könyörögjünk az egyház előjáróiért, hogy az ítélet napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkről. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk az egyház tagjaiért, hogy Urunk mennybe menetele adjon erőt nekik a kísértésekben, és hűségesnek találtassanak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében. Kérünk téged, hallgass meg minket! Hallgass meg könyörgésünket, meghalt Károly testvérünkért és családjának minden tagjait. Add meg nekik az örök boldogság kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörgünk csetény népéért, a itt lakókért, a falut irányítókért, igazában mindazokért, akik életüknek napjait itt töltik. Kérünk téged, hallgass meg minket! A békéért imádkozunk, rettegünk a háborútól, annak szenvedésétől. Uram, add meg nekünk a béke ajándékát. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, segíts, hogy mindig híven szolgáljuk szent fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradj a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyi dicsőségbe. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, hálázatot mutatunk be neked, fiad mennybe menetelének ünnepén, alázattal kérünk viszonzásulat, hogy szentség ajándékaid mennye életre keltsenek minket. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedben. Emeljük fel a szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Való
valóban méltó és igazságos, illő és üdvözös, hogy én mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Urunk Jézus Krisztus dicsőséges királyunk a bűnt és a halált legyőzte, s az angyalok csodálatára a mai napon fölment a mennybe, hogy Istennél értünk, emberekért közben járjon, ítéli a világot, és uralkodjék rajta. Ő nem azért távozott, hogy magára adja az esendő embert, a reménységgel tölti el minket, titokzatos testének tagjait, hogy követhetjük őt a mennybe, ahová mind az egyház feje és az élet szerzője érkezett. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág rendezve újjon, a mennyi erők és a hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengi, és vég nélkül énekli. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áldd rá szent lelkedet, hogy számunkra mi adunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek! És egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odat a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kely az új és örök szövetségé. Ez a vér értedek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitte valljuk föltámadásodat, amiben nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színöden állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szívedelünk egy házas sorsát az egész világon, tedd tökéletes a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ előtt kedvesek voltak
akik a világ kezdete óta kedvesek voltak, előtted részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Amen. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Ha feltámadtunk, Isten gyermeké vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadás után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békessége nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten bárhánya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány mennyegzőjére. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem. Thank you.
könyörögjünk. Mindenhat örök Isten, te minket már a földön mennyire dellel táplálsz, ott, hogy áldozatos buzgossággal törekedjünk a mennybe, hová már felvetted emberi természetünket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, akinek egyszülött fia mai napon fölment a mennybe, és utat nyitott nektek oda, ahova ő már eljutott. Amen. Adja meg nektek, hogy amint a feltámadt Krisztus látható módon megjelent tanítványainak, jelenjék meg nektek is az ítélet napján örök életet adó irgalmával. Amen. És ti, akik hittel valljátok, hogy Jézus az Atya dicsőséges jobbján ül, boldogan tapasztalassátok, hogy ígérete szerint veletek marad a világ végéig. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, Fiúnak, Szentnek áldása szálljon rájátok, s maradjon veletek most és mindenkor, s mindörökkön örökké. Amen. Következik majd a Szentmisét követően a sírnak, sírhelynek, illetve síremléknek a megáldása. Köszönöm szépen, hogy együtt voltunk ebben az áldozatban, és együtt ünnepeltünk, és együtt imádkoztunk. És ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevembe, mondja Jézus, ott vagyok velük. Kicsit többen vagyunk, még inkább hangsúlyos az, hogy velünk volt és velünk van Jézus. És most következzék a sírhely megáldása, a síremlék megáldása. Aki az eget és a földet alkotta. Könyörögjünk! Istenünk, akinek irgalmából a hívők lelkei nyugosznak, áld meg kegyesen ezt a síremléket, mert az üdvözítő Szent keresztjével jelöltünk meg. Küld el angyalodat, hogy őrizze ezt a megáldott helyet. Akinek teste itt nyugszik, nyerjen bebocsátást irgalmadból országába, hogy az ítélet napján boldogan támadjon fel szentjeiddel, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. És védelmezzen a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.
a szent mise véget ér, menjetek békével. Istennek legyen hála! Köszönjük főtisztelendő Nagy Károly apát úrnak az ünnepi szentmise celebrálását. Tisztelettel és nagy örömmel köszöntöm megjelent vendégeinket. Ma ünnepelni és emlékezni jöttünk. Ünnepelni a közösségünket és emlékezni elődeinkre és a ránk hagyott örökségre. Megkérem majd főtisztelendő Horváth Lajos esperes plébános urat, hogy mondja el a mai nappal kapcsolatosan a gondolatait. Köszönöm szépen, ma megint én vagyok. Egyetlen dolog van, amit nagyon-nagyon szeretnék kihangsúlyozni, és ez nem más, mint a hálaadás. Hálát adni azért, hogy mindez megvalósulhatott, amelyet mondhatom, hogy ketten szerettünk volna első lépésbe, a híveken túl, polgármester úr és én. És ő nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy minden flottul menjen. Legyen az a munkamenet és az a tennivaló elkészítése, amely szükséges ahhoz, hogy igazán szép legyen ez a templom, megújuljon valóban. És ezért hála és köszönet a Jóistennek, aki megengedte és megadta az erőt ahhoz, hogy ezt meg tudtuk tenni. Hálát adok a segítőknek, a mesterembereknek, hogy az Isten kegyelme adjon nekik továbbra is erőt ahhoz, hogy az áldozatos templom megújítási munkáik után is igen, igen szép dolgokat tudjanak tenni, és sikeres legyen az ő működésük. Hála. Hála azért, mert szeret az Isten, hála azért, mert ebbe a szeretetbe bevon bennünket. És ebben a szeretetben vagyunk képesek együtt dolgozni. Együtt, közösségben. Teljesen mindegy, hogy valaki katolikus, vagy református, vagy más vallású, ha a jó szív idevezette, és tenni akarás megmutatkozott az ő jelenlétében, akkor ez mindenképpen az egy igazságnak és az egy szentségnek a közös műve. És legyen áldott mindaz, aki hozzányúlt ehhez a templomhoz, és szebbé tette. Köszönöm szépen, hogy ennyien eljöttek, és együtt adhatunk hálát. Adhattunk hálát a szentmisében is, és adhatunk hálát folytonosan, mert a mi erőfeszítésünk gyenge. Képesek vagyunk sok mindent igazán szépen megtenni, de ha nincs az a támogatás, amely Jézus Krisztusban a miénk, akkor semmit sem tehetünk.
ahogyan ő mondja, nélkülem semmit sem tehettek, Szentírásban olvassuk. Hát szeretnénk folytatásban is az Úr Jézussal tevékenykedni, családi körben, egyéni ügyekben, vallási ügyekben, és minden tekintetben nap mint nap, hogy ez a szeretet, ez az erő, amely a lélek ereje, az egy közösségben megtartva bennünket, igenis legyen ott a cselekedeteinkben. Azokban a cselekedetekben, ahol nem csak egy templomot, a csakot azt csak úgy félve mondom ki, nem csak egy templomot tudunk rendbehozni, hanem az egész életet. Azt a közösséget, amely a nagy közösség, és mi ennek része vagyunk. Azt a közösséget, amely békét kell, hogy a békét kell, hogy szeresse, hiszen életet akarunk. Ahogyan az Úr Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen, úgy mindannyian ezt munkáljuk. Munkáljuk az egyéni erőfeszítéseinkkel, a közösségi dolgainkkal, és az Isten szeretetével és az ember szeretettel együtt. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen főtisztelendő Horváth Lajos esperes plébános úrnak a kedves szép szavait. Felkérem Nagy Attila polgármester urat, hogy ossza meg velünk ünnepi beszédét. Köszöntök minden megjelentet. A katolikus kiskápoln átadásán megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm apát urat, esperes urat és a felekezetek képviselőit. Nagy öröm számomra, hogy itt állhatok önök előtt, kevesebb mint 3 évvel a kastély épületének átadása után. Igazán nagy dolog volt ez akkor is, amikor megépítettük, felújítottuk a kastélyt, de talán eddigi munkásságunk legnagyobb eredménye a kiskápolna felújítása és Holicser Károly Csetén jótevőjének méltó helyre való temetése. Sokat gondolkoztam azon, hogy az elmúlt időszakban elvégzett munka és fejlesztések mégis milyen értéket képviselnek településünkön. Felesleges azt számolnunk, mert a materiális értékek jönnek, mennek, amortizálódnak. De a léleknek és hitnek értékek örökké megmaradnak. Milyen jó mutatja Csetényt, a mi kastélyunk és ez a kiskápolna. Jó mutatja településünk rendezettségét, településünk állapotát, településünk kötődését a múltjához, és településünk elképzelését a jövővel kapcsolatban is. Nézzünk csak körbe, mit látunk itt most. Magunkat látjuk. Ez a kastély és kastélypark egy csoda. Ez a mi csodánk és a miénk. A mi emlékeinket itt őrizzük, ennek mindig a miénknek kell, hogy maradjon. Ennek az intézménynek és a kastélyparknak mindig minket, csetényi embereket kell, hogy szolgáljon. A mi közös feladatunk, hogy ezt mindig minden körülmények között megvédjük, és emlékezzünk rá, hogy ez Csetény. Talán emlékeznek rá, akik itt voltak, hogy 2021. szeptember 18-án a Holicser Kastély és Látogató Központ átadó ünnepségén mit mondtam. 3 állításom volt. Az első állításom az volt, hogy majdnem csődbe mentünk. Rettenetesen nagy terhet jelentett az önkormányzat számára a kastély felújítása, mégis sikerült átvészelni azt az időszakot is, és a településünk zökkenőmentesen tovább tudott működni. A második állításom az volt, hogy ha nem lesz gázáremelés, akkor nem lesz baj. Ezt szomszédjaink 2022. februárjában mégis elintézték. Ez még 2 hónappal ezelőtti gázszámlán is meglátszott, hiszen a kastélynak csak a fűtési költsége 700 000 forint volt az utolsó hónapban. A harmadik állításom pedig az volt, ami valójában inkább egy kérdés volt. Mi lesz a mi hagyatékunk? Mit tekintünk majd mi magunk hagyatéknak? Azzal, hogy 2014 óta építettünk bölcsödét, óvodát,
részt vettünk iskola felújításban, egészségházat építettünk és szereltünk fel korszerű eszközökkel, kampuszkaput hoztunk létre a fiataloknak és közösségeknek. Ez nem hagyaték. Mert ezen szolgáltásoknak mindenhol, minden településen elérhetőnek kellene lennie. Megjegyzem, sajnos nem elérhető. Sőt, egyre kevesebb helyen elérhető már napjainkban. De nekünk mindenből van új, és minden szolgáltásunk működik. Hagyaték nem lehet a gazdasági fejlődésünk sem, amin végigmentünk az elmúlt 10 évben. Mert ez egy gazdasági környezet eredménye. Igaz, ezt jól kellett lereagálni. De lereagáltuk. Folyamatosan tudtuk növelni a foglalkoztatást a településen, és nem csak az önkormányzat, hanem a helyi gazdasági szereplők is, amiért külön köszönet jár nekik, mert nehéz időkben is megtartották munkavállalóikat. De hagyaték ez sem tud lenni. Hagyaték nem tud lenni az sem, hogy felújítottuk a kastélyt, mert a kastély mindig egy magasabb urat szolgált. De ma már nem urat, urakat szolgál, hanem önöket, csetényi embereket szolgálja. Lehetőséget biztosít kulturális programok megszervezésére, rendezvények és esküvők lebonyolítására és kiállítások megtartására egyaránt. A ma átadásra kerülő kastélypince további lehetőséget biztosít majd bálok, zenés rendezvények és nagyobb, akár 150 fős családi események megtartására is. Bízom benne, hogy az itt élők megelégedésére majd. De hagyaték, ez sem lehet. Tisztelt megjelentek. Azt mondtam akkor, hagyaték az lesz, ha felújításra kerül a mellettünk álló kiskápolna és a református templom is. Ma a munka felét teljesítettük. Bár talán elég már ez is, hogy hagyatékunk legyen. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a felújítás megvalósulhatott. El kell mondjam, ez a felújítás nem valósulhatott volna meg Horváth Lajos Esperes úr, Varga József Endre világi elnök úr és alpolgármester úr, valamint Sári Attila kutató, Csetény történelmének kutatója nélkül. Mi négyünk munkája az, amit most itt önök látnak, és együtt örülünk, hogy elkészült. Ez a munka szólt önkormányzati támogatásról, egyházi pályázatról és támogatásról, civil adományokról, és nem utolsó sorban gyülekezeti hozzájárulásról és szervezésről. És igen, elkészült, rekord gyorsasággal, ahogy szoktuk. Abban a minőségben, amit megszoktunk. Elkészült és megcsináltuk. Külön ki kell emelni az itt dolgozó vállalkozókat, akik továbbra is magukénak érzik Csetény fejlesztéseit és fejlődését. Hiszen mindig figyelemmel vannak arra, hogy milyen lehetőségeink vannak, és mit, miből szeretnénk megvalósítani. Így mindenki a lehető legkedvezőbb feltételekkel vállalta a kivitelezést. Külön ki kell emelnem 3+1 személyt. Nyevrikel Lajos urat, igen, urat, aki teljesen ingyen ajánlotta fel szolgálatait, és festette ki a kápolna belsejét. Sőt, megszervezte azt is, hogy Jakab Géza, a Fes Kft. Tulajdonosa ingyen biztosítsa a felújításhoz szükséges anyagokat. Külön ki kell emelni Balázs István urat, akiről már van utca elnevezve a faluban, egy körút az óvoda belsejében, hogy egészségi állapotától függetlenül rendíthetetlenül dolgozik és építi községünket. És Hegedűs Tamás urat is, aki mindig rendelkezésre áll, és minden feladatból maximálisan kiveszi a részét, ez egy hatalmas erő és nagyon pozitív példa. Valamint Nemes Rihárd urat, temetkezési vállalkozót, aki Holicser Károly újratemetésének teljes költségét átvállalta. Köszönet érte. Egy tapsot megérdemelnek szerintem. A katolikus kiskápolna elkészítése egy üdítő, pozitív példája annak, hogy hogy kell majd megcsinálni a református templomnak teljes körű felújítását. A református egyház felújításának is határidőt kell szabni. A határidő
amit én, talán mi szeretnénk, hogy a felújításra kerüljön az épület 2026-ra. De természetesen azt majd eldöntik, hogy úgy lesz-e, ahogy mi szeretnénk, és kapunk-e hozzá támogatást az Úrtól. Igen, ez az időpont talán túl közeli. De miért is 2026? Tisztelt megjelentek, 2026-ban településünk 700, azaz 700 éves lesz. Igen, Csetény 2026-ban ünnepli 700 éves évfordulóját. 1326-ból van az első írásos emlék Csetényről, a Cseszneki vár egyik dokumentumában, ahol említik Csetény falut. Bizonyára már előtte is létezett. Én nagyon bízom benne, hogy az itt elvégzett munka, az itt látottak kellő erőt, hitet és dinamizmust adnak ahhoz, hogy ezt a hagyatékot teljessé tegyük, és ahogy 2021-ben fogalmaztam, a két templom teljes körű felújítása megtörténhessen. Mert ez Csetény, ezek vagyunk mi. Ezek a mi értékeink, ez a mi közösségünk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Isten áldja Önöket!